Köszöntöm nézőinket! Önök a Tellena magazint látják, én Bence Péter vagyok. Mutatom, mivel készültünk a következő percekre. Trianoni megemlékezést tartottak a Hősök terén. Ismét megrendezték a gyereknapot. Nem mindennapi versenynek adott otthont a város. A trianoni békediktátum aláírásával Magyarországot történelme legnagyobb sorscsapása érte. Területének több mint kétharmadát, lakosságának pedig közel 65%-át veszített el. Tolnán a Hősök terén emlékeztek meg a tragikus eseményről. Százhárom éve, vagyis 1920. június 4-én írták alá a trianoni békediktátumot, melynek értelmében Magyarország elveszítette területeinek kétharmadát és a lakosság közel 65%-át. 2010 óta erre az eseményre a Nemzeti Összetartozás napjaként emlékeznek meg hazánkban, így Tolnán is. A Hősök terén először Komáromi János szavalta el Hazám című saját versét. Hazám. Ha azt mondom, hazám. Mit mondok akkor? Mondom, az ég sosem volt kékjét, füvek édesen zöld illatát. Mondom, a levegő anyatej ízét, földek szülői bánatát. Elmondom, a kalászok rengetegében megbúvó búzavirágot. Elmondom, a hólepel alól kibukkanó, csontvászszerű akácot. Ha azt kiáltom, hazám, mit kiáltok akkor? Kiáltom harcokban megfáradt nomád népek nyugalmát, kiáltom bezúduló, még vad hadak pusztító dúlását. Kikiáltom a szabadságunkért életüket adók néma sikolyát. Kikiáltom a fehér, a vörös és minden más színű terror iszonyát. Ha azt súgom, hazám, mit súgok akkor? Súgom szeretettel ölelő folyók égszínű lankás habjait. Súgom mosolygó dombok, hegyek útra csábító hangjait. Belesúgom a sötét barlangok nedves csendjébe titkaim. Belesúgom gyógyító hőforrások gőzölgő mélyébe bánataim. Ha azt hallom, hazám, mit hallok akkor? Hallom gyermeküket altató anyák lágyan mosolygó dalát. Hallom ártatlanokat pusztító, harcokba indulók sóhaját. Meghallom, ha ismerős csillagok fényét nézni hívnak kristályfényű esték. Meghallom, ha egymásnak égi titkokat súgnak villámröptű fecskék. Az előadást követően Weisz Péter, a tolnai gimnázium történelem tanára szólt a jelenlévőkhöz. Egyebek mellett arról beszélt, hogy a felmérések alapján egy dologban legalább egyetértés van a nemzeten belül, mégpedig, hogy aki magyar, annak fáj Trianon. 2020-ban a Trianon 100 kutatócsoport átfogó felmérést készített a békeszerződés megítélésével kapcsolatban. Sok érdekes tanulság mellett ebből az is kiderült, hogy a válaszadók 95%-a ért egyet azon állítással, miszerint a békediktátum túlzó és igazságtalan volt. Idős és fiatal, nagyvárosi és falusi, kormánypárti és ellenzéki álláspontja közt nem volt releváns különbség. Úgy tűnik tehát, hogy a sokszor végletekig megosztott nemzetünkben ez az egy állítás még közmegegyezésnek számít, mint ahogy az elsőprő többség azzal is egyetértett, hogy aki magyar, annak fáj Trianon. De mit is fájlalunk ilyenkor? Hiszen régen volt, több mint 100 éve. Alig, ha nem gyászoljuk hajdani nemzeti nagyságunkat, mikor talán a történelemnek inkább voltunk alakítói, mint elszenvedői, nosztalgiát érezve egy olyan kor iránt, melyben sosem éltünk. Aztán gyászolunk hegyeket, erdőket, mezőket, a csíki havasokat, a deliblát homokját, a csallóköz síkját. Tájakat, amiket jól ismerünk, és tájakat, ahol sosem jártunk, mégis magunkénak érezzük. Gyászoljuk elpusztított, elherdált örökségünket. Balkáni váz üllesztett városok, elbontott szobrok, elorzott templomok, düledező kastélyok mutatnak rá kérlelhetetlenül Kárpát-medencei térvesztésünkre.
de leginkább talán mégis honfitársainkat gyászoljuk. A százezreket, akik Trianon után földönfutóvá váltak, és sokszor évekig nyomorúságos vagonlakásokban tengődtek, és a milliókat, akik akkor a másodrendű állampolgár szerepével voltak kénytelenek megismerkedni, és akiknek kálváriája ezzel korán sem ért véget. Weiss Péter úgy folytatta, hogy ilyenkor azokra a délvidékiekre is emlékezünk, akiket 44-ben szerb partizánok lőttek agyon. A kárpátaljaiakra, akik sosem tértek haza az orosz munkatáborból, a Benes dekrétumokkal kisemmizett, elüldözött felvidékiekre, a Ceausescu rezsim alatt román börtönökben megnyomorított erdélyekre, emlékezünk a 90-es évek magyar veréseinek áldozataira, azokra, akiket nyelvtörvényekkel lehetetlenítenek el, akiket tegnap bántalmazás ért származásuk miatt, és azokra is, akiket holnap bántalmazás fog érni. Trianonon ugyanis ezért nehéz túllépni. Trianon azért fáj még mindig, mert azóta is minden nap megtörténik velünk. De pont ezért ellentmondásos módon a fájdalom akár jót is jelenthet. Mint tapasztaltuk, hogy fagyos téli estéken a hideg először végtagjainkat, újbegyeinket járja át. Ha a hőmérséklet nem változik, a kellemetlen érzés először mérsékelt, majd erős fájdalomba csaphat át, mintha ezer tűvel szurkálnák a bőrünket. Az ember ilyenkor ösztönösen a tenyerét dörzsöli és lehelgeti, pedig ha hagyná, hogy a fagyás egyszerűen tegye a dolgát, egy idő után a neuronok közti információáramlás leállna, a sejtek elhalnának, és mi búcsút inthetnénk a fájdalomnak. De vele együtt az ujjainknak is. Ha fájdalmat érzünk az elszakított honfitársaink iránt, az tehát azt is jelzi, hogy van még mi fájjon. Hogy még mindig kapcsolódunk egymáshoz ezer kis idegszálon keresztül, amiket továbbra is melengetnünk, ápolgatnunk kell. Ha nem teszünk semmit, elhalnak. És mégis, mintha kevésnek éreznénk, hogy jelenleg csak 8 felé van szakítva az egykori Magyarország, hangya szorgalommal dolgozunk egy újabb törésvonalon. A sokszor polgárháborús hangvételű pártpolitika harsog Facebook hírfolyamokon, tesz tönkre barátságokat, mérgezi meg a vasárnapi családi ebéd hangulatát. Hozzátette, sokan hajlamosak megfeledkezni arról, hogy a túloldalon ugyanúgy honfitársaikat találják. Ez határozza meg ma már gondolkodásunkat filmekről, zenéről, országokról, emberekről, gyakran elfeledve azt, mi minden köt össze minket. Vasa Albert egyszer azt írta, a hazaszeretet ott kezdődik, mikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek. Ám azt is hozzátette, ezt olyan nehezen értik meg az emberek. Egyszer régen olvastam a Mexikó déli részén eltűnő félben lévő Ayapeneku indiánokról. Közülük már csak ketten ismerték őseik nyelvét, de bár csupán pár száz méterre éltek egymástól, nem beszéltek a másikkal. Állítólag még csak haragban sem álltak, egyszerűen nem volt már mondani valójuk a másik számára. Ne legyünk olyanok, mint az Ayapeneku indiánok. Vigyázzunk a kapcsolatainkra, határainkon innen és túl, és építsünk újakat. Vigyázzunk a kapcsolatainkra, vigyázzunk tetteinkre, vigyázzunk szavainkra. Kevesen vagyunk. Vigyázzunk egymásra. A rendezvény zárásaként a jelenlévők megkoszorúzták a trianoni emléktáblát. Több év kihagyás után végre Tolnán is megtartották a gyereknapot. Szép környezetben rengeteg látnivalóval, finomságokkal, foglalkozásokkal és természetesen rengeteg játékkal készültek a szervezők. Az Altaripa Szabadidőpark kiváló helyszínt biztosított a rendezvény megszervezéséhez. Számos civil szervezet és egyesület ajánlotta fel segítségét a lebonyolításhoz, ezzel téve felejthetetlenné az apróságok napját.
Volt, akinek a kézműveskedés, volt, akinek az arcfestés okozott nagy örömet. De az biztos, hogy a tűzoltóaklóból kiömlő sok száz liter hab minden kisgyerekből boldog sikongatást, kacagást váltott ki. Ő a legjobban tetszett a habpartiákem. A történészek általános vélekedése szerint ezt az ünnepet legelőször nem más, mint a törökök nagy államférfia Mustafa Kemal Atatürk kezdeményezte 1920-ban, mert úgy gondolta, a gyerekek képviselik a jövőt, így nekik kell megőrizniük a szabadságot és a függetlenséget. Több országot is érintve, viszont 1925-ben tartották először Genfben a gyerekjóléti konferencián. Magyarországon valószínűsíthető, hogy már az 1906-ban arisztokrata hölgyek által megalakult Országos Gyermekvédő Liga is tett törekvéseket a kicsik méltatására. Itt a Dunaparton nagyon-nagyon kellemes természeti környezetben. Most éppen itt mögöttünk a habparti elkezdődött, kézműves foglalkozással készültünk, légvárral, ügyességi játékokkal. Sikerült úgy megszerveznünk ezt a programot, hogy civil szervezeteket tudtunk bevonni. Itt van a Hálóközalapítvány és a Családsegítő Központ egy ügyességi játékasztallal, aztán a Barátságszeretett Szolgálat kézműves foglalkozással. Nagyon nagy sikere van az ő programjuknak, amióta kipakoltak, azóta folyamatosan teltházzal működik. Aztán a Nagycsaládosok Egyesületétől is elfogadták a meghívásunkat, ott is ügyességi játékok vannak. Van csillámtetkó, légvár, arcfestés, pónilovagoltatás. A gyereknap története azonban csak formalitás ahhoz képest, hogy bár fontos egy ilyen ünnepi alkalommal évente felhívni a figyelmet a gyerekekre, és ők is várják ezt a napot, a gyerekek megbecsülését azonban a velük való személyes törődésen, játékon, oktatáson keresztül 365 napban illene gyakorolnunk. Tolnán egyébként egyre több a gyerek. Sokáig nehézséget okozott a szülőknek, hogyan tudják a munka mellett a bölcsődéskorú gyerekek felügyeletét megoldani, ugyanis 1990 óta nem volt bölcsőde a városban. Ezért is építetett az önkormányzat tavaly egy teljesen új épületet. A városvezetésnek mintegy 500 millió forintot sikerült pályázati úton elnyerni a beruházásra. A kétcsoportos 24 férőhelyes intézmény a Bartók Béla utcában került megépítésre. Jó hír, hogy nemrég sikerült az intézménybe pedagógusokat találni, így az néhány héten belül megnyithat. Most a rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást.
Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbófokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, DeFerenc utca 5. Folytatjuk is a Telena magazint. Nem mindennapi versenynek lehettek szemtanúi azok, akik ellátogattak a tolnai Altaripa szabadidőparkba. Futamonként 40 ember küzdött meg egymással, ugyanis különleges sárkányhajókon nevezve. A Lapátolna Sárkányhajó Klub által szervezett megmérettetésre számos gyerek és felnőtt jelentkezett. Az így szerveződött baráti társaságok, cégek csapatainak lelkes szurkolótábor nyújtott segítséget a partról, ezáltal is fokozva a már amúgy is izgalmas verseny hangulatát. Harmadik alkalommal rendeztük meg a Lapátolna napot. Célunk az, hogy népszerűsítsük a sárkányhajózást, illetve hogy tagokat toborozzunk. Sajnos elég kevesen vagyunk az egyesületbe, és reméljük, hogy akinek megtetszik ez a sportág, akkor szívesen jön hozzánk, és szívesen csatlakozik. 18-ban rendeztük meg először, nagy sikere volt, erre hát a következő évben is úgy gondoltuk, hogy megrendezésre kerül. Sajnos utána ugye a pandémia miatt ez elmaradt, nem tudtuk megrendezni, de most ezt pótoljuk, és nagy örömünkre elég sok csapat jelentkezett. Diákok és felnőttek között hirdettük meg a versenyt. 5 diákcsapatunk van, jó részt Szekszárdról, illetve jött egy diákcsapat Dombóváról. A Kínából származó több mint 2000 éves múltra visszatekintő evezés Európában csak a 80-as években kezdett népszerűvé válni. Az azóta eltelt idő alatt viszont egyre több sportoló választotta ezt a mozgásformát. Kevesen tudják, hogy a sárkányhajózás a világon a második helyen áll a sportágak a tűzők számának versenyében. Nem véletlenül, hiszen gyorsan elsajátítható, biztonságos. A dobosatta ritmusra, egy célért evező embereknek pedig felejthetetlen élményt ad. A sárkányhajózásról azt kell tudni, hogy ez hát egyrészt nagyon jó csapatépítő sportág, úszástudást nem igényel, ugyanis az egyik legstabilabb hajóról beszélünk. 16-20 fős legénysége van, egy dobos, illetve egy kormányos, tehát a maximum az 20 evezős, és egymás mellett ülve a padon egy irányba eveznek, tehát tulajdonképpen ez két labdarúgó csapatnyi legénységet jelent. Az egyesület 2006-ban alakult paksi, bajai és tolnai legénységgel. 2016 óta viselik a Lapátolna klub nevet.
A Tolnai Kajakházban hetente kétszer tartanak edzést, ahol szívesen látják az evezés iránt érdeklődőket. Egyébként ehhez a mozgásformáshoz úszástudás sem szükséges, ugyanis ezek a legstabilabb hajók. Aki nem tud úszni, annak pedig biztosítanak mentőmellényt. Mindenkit biztatok, hogy szeretettel várjuk. Szabadidős csapat vagyunk jó részt. Fesztiválokra megyünk, szabadidős versenyek, amikor vannak, akkor azokon igyekszünk részt venni. De aki komolyabban szeretne űzni ezt a sportot, lehetőség van fejlődni, tehát szorgalommal, kitartással, akár leigazoltként is tud versenyezni, ezáltal külföldre is ki tud jutni, Európa-bajnokságra, világbajnokságra akár. A szabadidőparkban rengetegen látogattak ki ezen a napon. Az élvezetes verseny mellett a jó idő is hozzájárult a családok, baráti társaságok kikapcsolódásához. Egyébként a Tolnai Egyesület még számos érdekes programmal várja a nyár folyamán az érdeklődőket. Idén ketten vehették át a Város Napja alkalmából a Tolnaváros kiváló közalkalmazottja díjat. Ismerjék meg most Jankó Józsefnét és Maul Péter Miklóst. Már általános iskolás koromban elhatároztam, hogy én csakis óvónő leszek. Elhelyezkedtem itt ebben az óvodában, akkor még hatos óvoda volt. Az volt a neve, most már Pitypang óvodák vagyunk, és közel 36 évet ebben az óvodában töltöttem. Óvodánkban bábunka közösség vezető vagyok körülbelül 30 éve. Minden hónapban egyszer, valamikor kétszer bábozunk a gyerekeknek, vagy hogyha nem bábozunk, akkor dramatizálunk. Az azt jelenti, hogy beöltözünk különböző ruhákba, ugye a szereplőknek megfelelően, és úgy adjuk elő a meséket. Én a saját életemben is nagyon nagy környezetvédő vagyok, tehát így is élem az életemet, szeretem az állatokat, növényeket, a virágokat, a természetet, a gyerekeket is oda viszem kirándulni, tehát nem egy zárt térbe, hanem ki a természetbe. Fontosnak tartom, hogy a gyerekeknél már kiskorba hozzászokjanak, vagy megtanulják ezt a környezetvédő magatartást. Az udvaron a fásítási pályázat, az arborétum létrehozása az mind az én nevemhez fűződik. Most is nyertünk egy elég nagy összeget a biztonságos közlekedés néven, címen, és járműveket fogunk vásárolni, és jelzőtáblákat. Van egy közlekedési pályánk, és azt szeretnénk majd a gyerekeknek berendezni. Ez a 40 év, ez egy nagyon hosszú időszak egy pályán maradni. Voltak nagyon-nagyon nehéz időszakok,
hogy sokszor úgy elkeseredtem, de valahogy mindig úgy megráztam magam, és semmi más nem tudtam elképzelni, mint hogy én óvonő maradjak, óvonő legyek, mert a gyerekek, amikor így bejövünk az óvodába, és a gyerekek elénk szaladnak, átölelnek és örülnek nekünk, hát ettől jobb érzés nincsen. Ötödikes általános iskolás koromban kezdtem el Pécsen a Liszt Ferenc zenei iskolába járni. Ott kezdtem el kürt szakon. Zeneiskola után ugye a művészetibe mentem, ott folytattam, illetve a művészeti után a Pécsen a főiskolára mentem. Ez a Liszt Ferenc zeneművészeti főiskola zenetanárképző intézetének pécsi tagozata. Én 95-ben jöttem át ide Tolnára. A Fritz Jóska kollégám, barátom, meg a Frisznyi Erika, akivel együtt jártunk művészetibe is, és főiskolára is, ők már egy éve csalogattak, hogy itt van egy állás, és hogy jöjjek el, mert hogy jó lehetőségek vannak, és akkor eljöttem Komlóról. Az ember ránéz ezekre a fiatalokra, akik elérnek valamilyen szintet, itt mögöttem, ott látok ilyen mosolygó szemeket, akkor az jó érzés, hogy tehát amikor idejön ekkora kis legény, kislányka, és ugye mondjuk akár furujával, tehát még azt se tudja, hogy az az öt vonal, az mit jelent az ötvonalas rendszer, a kotta, meg a hangszer, hogy melyik lukat kell befogni a furuján, és akkor szeptemberben idejön, és évvégére önállóan is el tud fújni egy gyerekdalt a kottán. És az még csak egy év volt is, mert hogyha még sok-sok évig csinálja, akkor meg egyszer csak beül egy fúvós zenekarba, amit hogyha már el tudja fújni a szólamát, akkor azt nagyon fogja élvezni. Egész nap. Tehát amint fölkelek, attól, amíg le nem fekszem és nem alszom, addig én dudorászom. Tehát nekem egyfolytában zene van a fejemben egyébként. Úgyhogy én ezzel élek a zenével. Ha valaki zenél, akkor odafigyelek. Tehát nem tudok nem odafigyelni arra, hogy bárki fúj valamit. Még ha nem is a nekem kéne rá figyelni. Tehát hogy lehet, hogy nem tudok írni közben, mert annyira odafigyelek arra, hogy mit játszik és hogyan játszik. Jó ritmust játszik, jó hangot játszik, hogyan formálja meg a darabot. Nagyon szépen köszönöm, nagyon megtisztelő. Nem tudom, hogy megérdemlem-e. Dolgozni dolgozom, ez a munkám tulajdonképpen. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!